Beszéljünk őszintén, tabuk nélkül a tanévkezdésről. A KSH kimutatása szerint ugyanis 7,5%-kal drágultak a tanszerek az egy évvel ezelőttihez képest, holott a rendszeres családtámogatások, köztük például a családi adókedvezmény mértéke változatlan. Egy kétgyermekes családnak akár 100 000 forintjába is kerülhet a beiskolázás, hiszen sokan ilyenkor a tanszerek mellett még ruhát, cipőt, sportfelszerelést is vásárolnak a gyermekeknek. Egy idei felmérés azt is kimutatta, hogy a családok több mint 2/3-ának jelent érzékelhető mértékű pénzügyi terhet a beiskolázás, és kevesebb, mint a lakosság fele nyilatkozott úgy, hogy a rendszeres jövedelmükből fedezni tudják az ilyenkor felmerülő költségeket. Ez is rávilágít, hogy a kormánynak teendője van ezen a téren. A Mi Hazánk mozgalom ezért azt javasolja, hogy az iskoláskorú gyermeket nevelő családoknak augusztus hónapra ne kelljen személyi jövedelemadót fizetniük, illetve azt is javasoljuk, hogy a tanszerek legyenek áfamentesek. Így is segítsük az iskoláskorú gyermeket nevelő szülőket. A Mi Hazánk mozgalom azért hívta életre a pajtás gyermekmozgalmat, hogy a fogyasztói társadalom hamis szemfényvesztése helyett valódi értékeket adjunk át a fiataljainknak. Szeretnénk, ha megtapasztalhatnák az összetartozás érzését és a közösségben rejlő erőt, amely biztat, tanít és nevel. A pajtás mozgalomban ismertem meg a Vejdül családot is, akiket most azzal szeretnék segíteni, hogy iskoláskorú gyermekeiknek megvásárolom a tanszereket, ezzel is felhívva a kormány figyelmét, hogy teendője lenne az oktatásnak ezen szegletében is. Fogadjátok sok szeretettel! Köszönjük. Remélem, szépen! Remélem, hogy hasznát veszitek majd, és egészséggel használjátok. Köszönjük! Mi a három legjobb dolog az iskolában szerintetek? Első barátok. A barátok, akkor... a közösség, az nagyon jó. Sok barátotok van az iskolában egyébként? Igen. Jó az osztályközösség? Igen, azért. Hát amúgy jó a tanulás is. Tanulni? Szeretsz tanulni is? Részben. Na, de jó, örülök, hogy ezt hallom. Ingatja a fejét. Van, amit szeretsz, van, amit nem, ugye? Mi érdekel a legjobb? Mi az, amit a legjobb tanulni szerinted? A tessé meg a matek. Tessé meg a matek. Igazi fiús válasz. És szülők, mi az, ami a legjobb és mondjuk a legnagyobb nehézség, vagy legnagyobb kihívás a mindennapokban, a gyerekekkel, az iskolával kapcsolatban? Nekünk mind vidékieknek a legnagyobb kihívás ugye a bejutás, de hát végül is mi választottuk, hogy ott bent tanuljanak Kaposváron, és nem a szomszédos iskolába. Ezért egy színvonal jelent. Ami jó, jók a tanárok, szerencsénk van mindegyikük, nagyon jó tanárokat fogtunk ki. Most ő ötödikes lesz, úgyhogy tanárváltások, ez most egy kicsit nehéz év lesz. Hát ez izgalmas időszak, igen, legalább olyan, mint az első osztály. Igen. Ugye ott főszabály szerint csak egy új tanítónénit kap az ember, most meg sok új tanárnak az elvárásaihoz kell alkalmazkodni. Ugye Csenge meg hetedikes lesz, neki szintén jönnek be az új tantárgyak, új tanárokkal, úgyhogy megint egy izgalmasabb év lesz. És neked mi a kedvenced, Csenge? Mit szeretsz a legjobban? Tesi, ének, rajz. Ilyen nyugisabbak, amit nem kell nagyon tanulni. Énekkarban is énekelsz? Igen. És azt is szereted? Szívesen csinálod? Igen, nagyon jó. Akkor elsősorban a művészetek érdekelnek. Uh-huh. Nagyon örülök, ez nagyon értékes. A tanévkezdés nem csak családi izgalommal jár, annak a felismerésével, hogy már megint mekkorát nőttek a gyerekek, nem jó rájuk a tornacipő, vagy éppen bokalengető az ünneplő nadrágjuk, hanem alkalmat ad arra is, hogy az egész oktatási rendszerre vessünk egy pillantást, és ez bizony nem sok jóval kecsegtet. A Mi Hazánk mozgalom szerint biztosítani kell az oktatási rendszer megfelelő állami finanszírozását, önálló oktatási minisztériumra van szükség, vissza kell állítani a tankönyvválasztás szabadságát, és csökkenteni kell a pedagógusok adminisztrációs terheit. A NAT megtanulhatatlan tananyag mennyiségét is csökkenteni kell, és infrastrukturális fejlesztésekre is szükség van az oktatásban, és nem csak a konténerben tanuló gyerekek esetében, hanem szerte az országban. Mi van valami olyan történetetek, sztoritok, ami vicces, érdekes az iskolával kapcsolatban, és szívesen megosztanátok, amire a legszívesebben emlékeztek, vagy mondjuk a legkevésbé szívesen emlékeztek? Volt egyszer, amikor kisebb voltam, alsós, akkor az igazgató egyszer úgy nyitotta az évnyitót, hogy ugye elmondta, hogy ebben az évben
hogy a 2021-es, 22-es tanévet ezennel lezárom. Az évnyitó már így nyitottak. Jobban igen. Szeretitek az évzárót, mint az évnyitót, gondolom. Igen. Hát most egy nyár után, egy nagyon forró nyár után újra vissza kell ülni az iskolapadba, és akkor új kihívásokkal fogtok szembesülni. Nagyon sok sikert kívánok nektek ehhez. Köszönjük. Így a találkozás alapján egyértelműnek tűnik számomra, hogy meg fogtok tudni birkózni ezekkel az új kihívásokkal, és remélem, hogy élvezni fogjátok az új tantárgyakat, új pedagógusokat, és sok sikert, meg sok ötöst kívánok nektek erre a tanévre. Köszönjük. Az oktatás Magyarország jövőjének a kulcsa. Hiszem, hogy egy színvonalas és nemzeti szellemiségű oktatás újra a legerősebb és leggazdagabb országok sorába emelheti Magyarországot. Az a feladatunk, hogy boldog, sikeres és kiegyensúlyozott gyermekeket neveljünk a nemzetnek. Kedves szülők, pedagógusok, diákok, sikeres és nyugodt tanévkezdést kívánok mindenkinek!